Üdvözlöm Önöket a konyhámban, Gréta vagyok. Ma egy igazi olasz ételt fogunk elkészíteni, mert ma már a jó olasz ételekért sem kell Olaszországba utaznunk, egyik városban sem. Persze, hogyha szeretnénk, akkor nyugodtan, de az otthonunkban is nagyon egyszerűen 10-15 perc alatt elkészíthető a világ legfinomabb olasz étele, a pestós fusilli. A fusilli az ez a fajta tészta, ez a csavartészta, és én ebből is a trikolor változatot használom, amiben van egy kis penót, egy kis paradicsom, és tojás nincsen benne, úgyhogy megint csak fogyaszthatják tojásallergiások. Feltesszük főni a vizet, ez az első, és beleteszünk viszonylag rengeteg sót, ez rengetegnek tűnik nekünk, de kell ahhoz, hogy jó ízű legyen később a tészta, tehát egy 3-4 csipet sót felteszünk, és megvárjuk, míg ez elkezd főni, de addig is összeállítjuk a szószt. A szósz nem fog másból állni, maga a pesto az mindig egy fenyőmagból áll. A fenyőmag tele van vitaminokkal, ásványanyagokkal és fehérjékkel, proteinekben gazdag, és nagyon-nagyon sokféle betegségre és betegség megelőzésére alkalmas. Ezt a fenyőmagot meg fogom pirítani, ez az első lépés a szósz készítésében. Szárazon pirítjuk, tehát nem teszünk alá semmiféle zsíradékot, mégpedig azért, mert maga a fenyőmagunk is olajos magnak számít, tehát van annyi zsírtartalma, hogy nagyon egyszerűen meg fog pirulni benne ez a mag. Ide be is helyezem az összeset, és egy kicsit kevergetem a kezemmel, hogy használhatunk fakanalat is, és rázogathatjuk is, és ezt meg fogjuk most pirítani. Közben lassan már fő a tészta, úgyhogy be is rakhatjuk a fusillit. Négy személyre általában 3-400 g-ot, tehát személyenként olyan 100 g-ot számolunk. Azért jó ez az étel, mert ameddig megfő a tésztánk, felfő a víz, addig a szósz is készen van. Tehát megint csak, ahogy ígértem, egészséges és gyors ételt fogok bemutatni. Nagyon fontos, hogy a fenyőmagunk ne piruljon meg túlságosan, úgyhogy én most elkezdtem rázogatni, és már látom rajta, hogy jön ki belőle a telítetlen zsírsav, és folyamatosan pirul, így egy sokkal diósabb mandulás íze lesz, de egyikhez sem hasonlítható, mert tulajdonképpen saját ízvilága van. Amit még nem említettem, hogy nagyon sok kálcium van benne, nagyon sok magnézium, magas vérnyomást is megelőzi, és a szív- és érrendszeri betegségekre is nagyon jótékony hatása van, úgyhogy fogyasszák egyre gyakrabban. Tehát készen van ez, a pirított fenyőmag, ezt elzárom, ez is nagyon fő itt, de kell még a tésztának egy pár perc, és addig összeállítom a pesto szószt. Megint a Turmix gép aprítóját használom. Ezt nagyon szeretem, ezt a segédeszközt, mert nagyon megkönnyíti a munkámat. Belehelyezem a fenyőmagot, és ami a pesztónak a lelkét adja, az a bazsalikom. A bazsalikom az egyik kedvenc fűszerem, és ezt most egy kicsit meg fogjuk így vágdosni, mert rengeteg kell belőle. Az igazi jó pesztó titka a rengeteg bazsalikom. A bazsalikom nem csak fűszer, hanem gyógynövény is. A népgyógyászatban és az európai gyógyászatban gyakran használják, mivel étkezés előtt az étvágyat javítja, és étkezés után pedig a puffadást, a tehetségérzést csökkenti, ezért nagyon ajánlom ennek a fogyasztását, és természetesen ezt is nyersen, tehát ha tehetjük, akkor a bazsalikomot se főzzük meg, hiszen így az értékes enzimek 40 fok fölött elpusztulnak az ételben. Minél nyersebben eszünk, annál egészségesebb az adott étel. Hát még vágok belőle egy kicsit, bár nagyon sajnálom tényleg, de muszáj. Muszáj bele, mert így lesz nagyon szép zöld színe. Jó, tehát benne van már a fenyőmag, benne van az illatos bazsalikom. Teszek bele borsot, sót, bőven tettünk bele sót. Kell, hogy a pesto sós legyen, hiszen a tészta soha nem lesz annyira sós. Az elengedhetetlen fokhagymát. Ha valaki fokhagymásan szereti, akkor két gerezdet tesz bele, hogyha kevésbé fokhagymásan, akkor egy gerezdet. Én most kettőt teszek bele, én nagyon szeretem ezt.
csak ilyen nagy darabokra vágjuk, hiszen az aprító majd úgyis apróra fogja további pici részekre vágni, tehát csak így beleteszem. Olívaolajat, ettől lesz krémes, és az eredeti pesztóba kell még parmezán. Én a parmezánt azt egy sörélesztő pehellyel fogom helyettesíteni, ami teljesen sajtos ízt fog neki adni, és így az ételallergiások is nyugodtan fogyaszthatják, és semmiről nem kell lemondaniuk, semmilyen ízélményről és ízérzékről. Ez körülbelül olyan 4-5 evőkanál parmezán sajt, tehát inaktív sörélesztő pehely, bioboldokban be tudják szerezni. Teszek bele még sót, és mielőtt összetúrmixolnám, ránézek a tésztára, hogy hogyan áll. Én akkor szeretem az olasz tésztát, hogyha al dente, vagyis a fogunkra való, ami azt jelenti, hogy nincsen szétfőzve, nem is túl kemény, de nem is túl puha. Ezt nem könnyű eltalálni, ez bizonyos rutin kell, azonban egy olyan tippet mondok önöknek, hogyha kivesznek egyet és ketté vágják, és már nincsen benne kis fehér rész, akkor készen van. A tésztánk al dente, tehát le kell szűrnünk. Leszűröm a tésztát, és nagyon fontos, hogy egy kis hideg vizet rakjunk rá, hiszen így a tészta nem fog összeragadni. Nem kell olívaolajat tenni rá, csak egy icipici hideg vízzel át kell locsolni. Elkészítjük a szószt. Közben adhatunk hozzá olívaolajat, amitől még krémesebb lesz, biztos, hogy nem fogja elrontani. Közben még ezt keveri, addig kiszedem a tésztát, hogy utána frissen, melegen rá tudjam tenni a szószt. Már így is gyönyörű színe van az ételnek. De ezzel a zöld pesztóval még csodálatosabb lesz. És nincs más hátra, mint rátegyük a szószt, és összekeverjük mindenki magának, és én még tennék rá még több bazsalikomot, mert ez nem csak ízélmény, hanem esztétikai élmény is, és mindig, amikor étkezünk, akkor nagyon figyeljünk oda arra, hogy milyen az ételnek a külleme, hiszen az ételek önmagukban is információt hordoznak, de nem csak tápanyagtartalmukban, hanem a külső megjelenésükben is. Tehát amikor leülünk enni a családdal nyugodtan, akkor fontos az, hogy hogyan tálaljuk ezeket az ételeket. Figyeljünk erre! A továbbiakban a műsoromat hetente követhetik, illetve a Napló nevezetű újságban minden héten meg fog jelenni a műsoromról egy leírás, ami a receptet fogja tartalmazni, és értékes és hasznos információkat kaphatnak a hozzávalókról és más tippeket is. Az adásunk második részében egy reggeli italt szeretnék megismertetni önökkel, amely nagyon egyszerűen elkészíthető, friss hozzávalókból van, és garantáltan még a gyerekek kedvence is lesz. Ezt én úgy hívom, hogy smoothie, ami egy angol szóból tevődik össze, de mi csak hívjuk itt Magyarországon turmixnak. Ezt egy zöld turmixot, ezt három összetevőből készítem el, három friss, élő gyümölcsből. Az egyik a narancs lesz, a másik a banán, a harmadik pedig a spenót, amitől majd a zöld színét kapja. Akármennyire is furcsa, hogy spenótot fogok használni, ma már ez teljesen elterjedt az egész világban, hogy a gyümölcsöket bizonyos levelekkel párosítjuk. A zöldlevelű növényekben rengeteg a klorofil, nagyon sok vitamint és ásványi anyagot tartalmaznak, kifejezetten a spenót, ami vasban is gazdag, és nem ajánlatos megfőzni, mert hogyha megfőzzük, akkor oxásra szabadul föl belőle, ami az erekre rárakódik. Úgyhogy ha igazán egészségesek szeretnének maradni, akkor a spenótot mindig nyersen eszik salátában, vagy különböző turmixokban. Az első részben
fogunk 3 darab narancsot, de ha valaki több narancsot szeretne, akkor többet használ, és kifacsarjuk ennek a levét. Ehhez használom ezt a berendezést, és már is csak facsarhatom. Jó, ezzel készen is vagyunk. A narancsban rengeteg az A, C és E vitamin, úgyhogy igazán ideális reggeli ital. Én ezt, amit fennmaradt, én ezt is bele szoktam tenni a turmixba, úgyhogy fogom ezt a turmixgépnek ezt a részét, amiben majd össze fogjuk az egészet keverni. Ezt leveszem, és nem megy semmi sem kárba, hanem maga a gyümölcs hús is bekerül ide. Viszont így a leve, az fellazítja egy kicsit a turmixunkat, és így sokkal, de sokkal ízletesebb lesz. És ezt már bele is önthetjük. Na most, hogyha banánokat választunk, akkor általában mindenki ezeket a nagyon szép, sárga, fényű, kemény banánokat szokta választani. Azonban én ezekhez a turmixokhoz, ezeket a barna pöttyöseket ajánlom, mert ez jelenti azt, hogy a turmix krémes lesz, édes lesz, és nem kell olyan banánt elfogyasztanunk, amely nincsen még kész, tehát nem érett. Ez jelzi azt, ezek a pici barna pöttyök, hogy a banánunk készen vannak. Én 3 érett banánt fogok ehhez felhasználni, ezt csak így beletöldelem. Még az a jó ebben, hogy ezeket a banánokat általában akkor árazzák le, amikor már ilyen pöttyösek, és akkor féláron meg lehet őket venni, én mindig ezeket veszem. Picit teszek bele egy kis zöld citromot, hogy ellensúlyozza az édes banánokat, és a végén belekerül 1 marék vagy 2 marék nagyon friss bébispenót. És ahhoz, hogy még krémesebb legyen, teszek hozzá egy pici kókusztejet, illetve kókuszkrémet. Ez egyáltalán nem fontos, hogyha nincs otthoni önöknek ilyen, akkor kihagyható belőle, de én nagyon-nagyon szeretem a banán, a narancs és a kókusz illatát és ízét együtt, mert ez egy ilyen trópusi hangulatot idéz már reggel. És még egy valami hiányzik, a víz. Nem kell túl sokat tenni bele, csak éppen, hogy az egészet ellepje. És készen is vagyunk, körülbelül 1-1,5 percig turmixoljuk, de nem is kell tovább, mert egyrészt leég a gépünk, másrészt pedig a turmixunk már eléggé krémes. És hogyha ez készen van, megmutatom a kamerának, egyszerűen gyönyörű zöld színe van a spenóttól, amiben B-vitamin is van, emésztés segíti, vérnyomás segíti, tehát egyszerűen nem kezdhetnénk jobban a napot, mint egy ilyen trópusi zöld turmixszal. Ne felejtjék el, hogy az egészséges ételek éltetnek és jobb közérzetet biztosítanak. Tartsanak velem a jövő héten is, várom Önöket szeretettel. Viszontlátásra!